Hogy néz ki az immunrendszer és az EPE kapcsolata? Hát elsősorban ugye az immunrendszer, azt tudjuk, hogy a 70%-a vastagbelegbe található, és ezt elsősorban velünk szimbiózisban élő baktériumoknak köszönhetjük, a normál vérflórának. De mi a szerepe az epének? Az epe először a patkóbélbe kerül, és ha jól ürül, akkor onnan megy tovább a vékony belegbe, és nem vissza a gyomorba, mert már ez az epésre. Éhbél, csípőbél, vastagbél, tehát megvan a maga természetes útja. És azon kívül, hogy a zsírokat emulgálja, azon kívül erős baktérium ölő hatása van, nem csak baktérium, vírus ölő is, de beszéljünk a baktériumokról, mert a baktériumokat benyeljük az étkezés által, ugye egy részüket elpusztítja a gyomorsav, de hogyha valakinek kevés a gyomorsava, vagy túl sokat eszik, nem tudja átitatni az a gyomorsav, mielőtt a nyombélbe ül, de nem tudja sterilizálni, akkor nem steril éter kerül a patkóbélbe. Ez a patkóbélbe került nem steril éter bekerül a további szakaszába a vékony beleknek, és kontaminálja, megfertőzi a vékony beleket. A vékony belek sterilek. A vékony belekben nincs, nem kell, hogy baktérium legyen. És ezt a szerepet, ezt a sterilizálást a természet az epénkre bízta. Tehát az epe öli meg a benne lévő kóros baktériumokat. Igen ám, de hogyha ez nem működik, akkor akár fakultatív patogének a vastagbélből, akár kívülről patogének bejutnak, patogenizálnak, jön a heveny epehólyag gyulladása, heveny hasnyálmirigy gyulladás, heveny vékonybél gyulladás, és annyi. Is. Hát a heveny vékonybélgyulladás, és hát ma nézzük meg, az emberek nagy százaléka szenved különböző kisebb-nagyobb mértékű vékonybélgyulladásokat. No, most jutottunk el a lényeghez.